Csökkenhet a bankadó, itt az előrejelzés az idei évre, megjött a legfrissebb BMI, és az is kiderült, mi lehet a svájci frank sorsa. Üdvözlöm Önöket, ez a privátbankár.hu rövid hírösszefoglalója február 2-án, hétfőn 10 órakor. Én Veres Patrik vagyok, nézzük, mivel indul a hét és a hónap. Varga Mihály szerint csökkenthetik a bankokat terhelő adó mértékét. A nemzetgazdasági miniszter az M1 ma reggel és a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is arról beszélt, hogy nagyobb hitelezési aktivitás esetén hajlandók folyamatosan csökkenteni a bankadót. Varga Mihály szerint a banki hitelek elengedhetetlenek a beruházásokhoz, azonban eddig passzív volt a pénzintézetek hitelezési kedve. A nemzetgazdasági miniszter ugyanakkor kizárta, hogy a bankadót kivezessék, mivel a költségvetésnek szüksége van az innen származó bevételekre. A privátbankár.hu vezércikkében olvashatnak részletesebb elemzést a GKI Gazdaságkutató ZRT 2015-ös előrejelzéséről. Erről nagy vonalakban a magyar piacra is hatással van a bizonytalan világgazdasági helyzet, hazánk is nyer az Európai Központi Bank lazító programján, ugyanakkor rossz hatással lesz ránk az ukrán-orosz konfliktus, a görög gazdaság helyzete és az olajválság. Január végére a svájci árfolyamgát eleresztése már nem volt nagy hatással a magyar hitelfelvevőkre, azonban a nemzetközi megítélésünk a GKI szerint romlik. Ennek oka többek között a kiszámíthatatlan kormányzati lépések sorozata, ami a tőke kiáramlását is okozza az országból. Az intézet 2015-ben több mint 2%-os béremelkedésre számít, az okokról és további előrejelzésekről vezércikkünkben olvashatnak többet. Megjött a legújabb januári kiigazított beszerzési menedzser index, és kiderült, mi drágult. Áremelkedést jeleztek ebben a hónapban a csontozandó alapanyagok, az energia, fólia, papír és papíripari segédanyagok kapcsán. Hiány volt a nyárfarönk, polietilén és speciális mágnesszelep esetében, de jelentős árcsökkenésről számoltak be alumínium, élőállat és nyersvas esetében. A mostani mutató felülmúlja az elmúlt 3 év januárjainak átlagát, a részindexek pedig szinte minden esetben felülmúlták a decemberi értékeket. Nem hivatalos források szerint a svájci nemzeti bank 1,05-os és 1,1 közötti frank-euró árfolyamot szeretne. Erről a svájci hetilap a Schweiz am Sonntag írt a központi bankhoz közel álló személyekre hivatkozva. A svájci jegybank január 15-én törölt el a gazdaságot védő árfolyamgátat, ami általános felbojdulást okozott a piacokon. Ennek hatására a forint akkor történelmi mélypontra 378,49 forintra gyengült a frankkal szemben. Nézzünk viszont, hogy állunk most, egy órával a nyitás után. Jelen pillanatban 294 forintot kérnek el egy svájci frankért. A dollár forint árfolyama 274, euró forint 310, euró dollár pedig 1,13. Nézzük akkor a blue chipeket. Az OTP 0,4-es emelkedésben, a MOL 1,3-os emelkedésben, a Richter pedig 0,7-os emelkedésben, Telekom pedig 0,6-es emelkedésben van, a BUX pedig 0,7-osban. A magyar piac mozgására ma egyébként hatással lehet Angela Merkel német főkancellár látogatása. A reggeli nyitáskor torony magasan a BUX volt a legerősebb, a blue chipek is javultak, azonban az erős kezdés után kicsit gyengülni kezdett a magyar mutató, már most láthattuk, hogy egy kicsit visszazárt. Ennyi fért a mai első hír összefoglalónkba, részletes gazdasági híreket kövessék a privátbankár.hu weboldalát. Óvatosan közlekedjenek, a fővárosban elterelésekre, útlezárásokra és tüntetésekre lehet számítani a főkancellár érkezése miatt. Legközelebb egy órakor jelentkezünk híradóval, addig is a viszontlátásra. Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.